Nyolcadik fejezet. Nők a lágerben. Már a vizsgálat alatt is akarva akaratlan körülöttük settengettek gondolataink. Hogy ne, hisz ott voltak valahol a közelben, a szomszédos cellákban. Ugyanabban a börtönben, ugyanazon szigornak, ugyanazon könyörtelen vizsgálatnak karmaiban. Hogy is tudják elviselni ők, a gyöngék? A folyosókon nincs beszéd, járásukról, ruhájuk susogásáról pedig nem tudtuk megkülönböztetni őket. De hát egyszer, míg a butirkai felügyelő az árral piszmog, és a fényes emeleti folyosó ablaksoránál várakoztatja a cella férfi népét, meglátjuk őket a folyosó ablak szájkosarán keresztül, ahogy odalent a zöld kertecskében, az aszfalt szögletén áldogálnak kettes sorban, ugyancsak ajtónyitásra várva. Női bokák, női félcipők, méghozzá magas sarkúak. És ez úgy hat ránk, mint a Wagneri Tisztán és Izolda hangütése. Följebb nem siklathatjuk tekintetünket, a felügyelő meg már hajt is bennünket be a cellába. Ott ábrándozunk aztán felajzottan és lesújtva. Képzeletben kiegészítjük a látottakat, angyali lényeknek eszményítjük őket, akik a kétségbeesés karmaiban vergődnek. Hogy bírják ki? Hogy viselik ők ezt a sorsot? Pedig a jelek azt mutatják, hogy semmivel sem nehezebben, sőt, talán könnyebben. Abból, ahogy a nők visszaemlékeznek vizsgálati fogságukra, eddig a legkevésbé sem mondhatom le azt a következtetést, hogy ők gyávábban viselkedtek volna, mélyebbre süllyedtek volna. Enni Zubov nőgyógyász, aki maga is 10 évet ült, s volt alkalma megfigyelni a lágerben a nőket, akiket gyógykezelt, azt mondja, hogy statisztikailag a nők reakciója hevenyebb és viharosabb a letartóztatásra, és ami ezzel jár, a család elvesztésére, mint a férfiaké. A női léleksérelme igen gyakran a könnyen sebezhető női funkciók elmaradásában jut kifejezésre. Ami azonban legjobban meglep engem a női beszámolókban a vizsgálati fogságról, az az, hogy micsoda hiába valóságokon. A fogoly, persze nem a női fogoly, szempontjából jelentéktelen dolgokon jár ilyenkor az eszük. Nádja Szurovceva ifjú szépség siettében felemás harisnyát húzott a kihallgatásra, és a nyomozó szobájában nem bír a zavarával, mivel vallatója sűrűn pislog a lába felé. Ahelyett, hogy azt mondta volna magában, hogy essen belé a fene, lúdtoll a fülébe, nem az operába készül vele. Pedig majd, hogy nem doktor filozófié volt, nyugati fogalmak szerint, amellett ízig-vérig politikai. Hogy lehet az ilyesmit megérteni? Alexandra Osztrecova, aki 1943-ban a Nagy Lubjankában ült, mesélte nekem később a lágerben, milyen stikliket csináltak. Hol az asztal alá bújtak, mire a felügyelő rémülten rontott be megkeresni a hiányzót, hol céklával festették ki magukat, s úgy vonultak ki sétára. Máskor, ha valakit vallatásra idéztek, izgatottan vitatták meg egymás közt egyszerű ruhában menjene, vagy kisestéjében. Igaz, hogy Osztrecova csintalan kópé volt akkoriban, s egy cellában ült a csörfös Mira Ulborevicssel, de például N.I.P. már érettkorú tanult nő volt, amikor élesre köszörült egy kanalat a cellában. És ne gondolják, hogy az erejét akarta fölvágni, dehogy. Csak a Szofiát akarta lenyiszálni, meg is tette. Később, mikor a Krasznaja Presznya udvarán csoportunk egy ugyancsak újdonsült elítéltekből álló női transport mellé kerülve üldögélt a földön, csodálkozva állapította meg, hogy a nők nem olyan soványak, sápadtak, nincsenek úgy leromolva, mint mi. Általában könnyebben viselik ugyanazokat a viszontagságokat, érik be ugyanazzal a börtönkosztal, nem látszik meg olyan gyorsan rajtuk a koplalás. Hanem a börtön még csak hagyján, nekünk is, de különösen a nőknek. Az igazi, a vastagja, a láger. Ott dől el a sorsa, hogy beleroppan-e, vagy képes hajlani, átalakulni, alkalmazkodni. Mert a lágerben éppen fordítva, a nőknek sokkal nehezebb, mint nekünk. Hogy az elején kezdjük, ott van a láger mocska.
Már a gyűjtőkben és a szállítás alatt is szenvedtek a piszoktól, a lágerben sincs módjuk szabadulni tőle. Igazán tisztának soha nem érezhetik magukat egy átlagos lágernői munkabrigádjában, a már obligált közös barakban. Nem juthatnak meleg vízhez, sőt néha egyáltalán nincs víz. Krivos Csekovo egyes számú lágerpontján a zónán belül egyáltalán nincs mosdási lehetőség, a víz be van fagyva, olvasztani nincs hol. Törvényes úton soha gészhez, ronyhoz nem juthatnak. Mosásról nem is beszélve. Fürdés? Ajaj! A fürdéssel kezdődik a lágerbe való megérkezés, ha leszámítjuk a marha vagonokból való kirakodást, a hóras a lágerbe vívő utat, melyet holmiát cipelve fegyveres őrség és kutyák közé szorítva tesz meg a fogoly. Épp a lágerfürdőben vetkőztetik pőrére, s gusztálják meg a frissen érkezett női árut. Nem lényeges, van-e víz vagy nincs, elég az, ha a tetvezés, a hónaj és szemérem szőrzet rebolotválása közben s ürügyén a láger arisztokrácia egy jeles csoportja, a fodrásság alkalmat nyer az új anyag megtekintésére. Az ő szemléjüket hamarosan a többi bizalmié fogja követni. Még Szolovkából fönnmaradt tradíció ez, csak akkor még archipelág hajnalán. Valami ide nem illő szemérmességből ruhában vették szemügyre őket házi munka közben. De mihelyt archipelág kérge megszilárdult, ez a procedúra is pimaszabbá vált. Fedott S és felesége, ilyen sors hozta őket össze, nevetve emlékeznek ma, hogyan álltak fel a benfentes férfiak a szűk folyosó két oldalán, s hogyan bocsátották be erre a folyosóra a ruhátlan nőket. De nem ám egyszerre valamennyit, hanem egyesével. Ezután a benfentesek egymást közt döntötték el, ki melyiket választja. A 20-as évek statisztikája szerint a női és férfi foglyok aránya 1-6-1-7 volt. A 30-as és 40-es évek rendeletei után az arány kissé kiegyenlítődött, de nem annyira, hogy a nő, különösen a vonzó nő értékét vesztette volna. Más lágerekben az udvariasság határain belül maradt a vásár lebonyolítása. Alig, hogy elhelyezik barakjaikban a nőket, belejtenek a jó húsban lévő, új vattakabátban pompázó, ha egy ruhadarab nem rongyos és nem mocskos, a lágerben rögtön állati elegánsnak tűnik, arrogáns, jósvádárjú, bizalmiak. Sietség nélkül járnak föl és alá a vagonkák között, válogatnak. Egyhez aztán odaülnek, beszédbe elegyednek vele. Majd hanyagul odavetik, ugorjon fel egyszer hozzám. Mert ők nem közös barakszálláson laknak, hanem fülkékben, kettesével, hármasával. Van villanyfőzőjük, serpenyőjük, zsírban sült krumplival, minden emberi vágy ne továbbjával traktálhatnak. Első alkalommal beérik az ismerkedéssel. Meghányják vetik együtt a láger élet körülményeit. A türelmetlen ebje rögtön a krumpli után be akarja basalni az árát is. De a tartózkodóbbak kikísérik a leányzót, s egyelőre beérik a fantáziálással. Siess, angyalom, láger egzisztenciád megalapozásával addig, még úriemberektől kapsz ajánlatokat. Ma még tőled függ, lesz-e tisztálkodási, mosási lehetőséged, csinos ruhád, nem kimerítő munkád. Ebben az értelemben szokták hangoztatni, hogy a nőknek könnyebb a lágerben. Könnyebben megtarthatják puszta életüket. A nemi gyűlölet szemszögéből, amelyel némely rozogák viszonyulnak azokhoz a nőkhöz, akik nem süllyedtek le a szemétládáig, nem nehéz arra a következtetésre jutni, hogy a nőnek könnyebb a lágerben, mert egyrészt kisebb porcióval is beéri, másrészt rendelkezésére áll egy eszköz, hogy elkerülje a koplalást és megmentse életét. Az, aki örjöng az éhségtől, az egész világ fölött az éhség kiterjesztett szárnyait látja, egyéb nem is létezik számára. Való igaz, hogy vannak nők, akik már természetüknél fogva is, a szabad életben is könnyebben leállnak a férfiakkal, minden különösebb válogatás nélkül. Az ilyenek számára persze mindig nyitva van a könnyű menekvés lágerviszonyok közt is.
Bár az egyéni sajátosságokat nem lehet csak úgy egyszerűen összekapcsolni a BTK ilyen vagy olyan cikkeivel, mégis alig ha tévedünk, ha azt állítjuk, hogy az 58-as nők többsége nem ilyen volt. Némelyikük mindvégig elviselhetetlenemnek tartotta ezt a lépést a halálnál. Mások húzódoznak, ingadoznak, haboznak, mert hisz társnőik előtt is szégyelnék. Mikor aztán mégiscsak rászánnák magukat, s beadnák a derekukat, már elkéstek. Már nem jegyzik őket a lágertősdén. Mert nem mindenki kap ajánlatot. Ezért sokan már az első napon engednek. Túlságosan is zord az a jövő, mely kirajzolódik szemük előtt, sehol egy reménysugár. Nem csak férjes asszonyok, családanyák választják ezt az utat, hanem félig serdült lánykák is. S kihagyó lélegzettel a láger élet leplezetlen durvaságai közepett, hamarosan éppen ők lesznek a legzabolátlanabbak. Úgy, szóval nem. Ám lássad, húzd fel a vattanadrágot, s melegítőt, és külsőre ormótlan kövéren, egész mi voltodban azonban törékenyen, szaplasd csak az erdőre. Majd visszajössz még térden csúszva, majd könyörögsz még. Ha jó testi kondícióban érkeztél a lágerbe, s már az első napokban rászántad magad arra az okos lépésre, örökös helyet biztosítottál magadnak az egészségügynél, a konyhán, az irodán, a varrodában, vagy a mosodában. Zökkenőmentesen folynak el az évek, akárha szabad volnál. Ha betalál ütni egy transport, új helyedre is viruló formában érkezel, ott is tudni fogod, hogy állítsad egyenesbe sorsodat már az elején. Szerencsésnek mondhatja magát, aki cselédnek állhat egy nacsálnyikhoz. Amikor a júnói termetű jól ápolt I.N., egy magasrangú katonatiszt, jómódhoz szokott felesége megérkezett egy új transporttal a lágerbe, az ellenőrző elosztó főnöke rögtön kinézte magának, s azzal a megtisztelő feladattal bízta meg, hogy mossa föl a padlót az irodájában. I.N. simán indult az asszony láger élete, s teljes mértékben tudatában volt, mekkora szerencse érte. Kitörődik azzal, hogy odakint szerettél valakit, akihez hű akarsz maradni. És egyáltalán jelente valakinek valamit egy koporsó töltelék hűsége? Kinek kell lesz, ha kiszabadulsz? Unos untig ezt a kérdést ismételgetik a női barakban. Megcsúnyulsz, megvénülsz, örömtelenül. Üresen múlnak el az utolsó éveid, melyekben még nő vagy. Nem okosabb-e ebből a ronnyi életből is kifacsarni, ami kifacsarható? Az is könnyebbség, hogy itt senki nem ítél meg senkit. Itt mindenki így él. Az is felmenti az embert, hogy az élet elvesztette számára minden értelmét, minden célját. Aki nem adta meg magát azonnal, az vagy meggondolja magát később, vagy kényszerítik, hogy engedjen. A makacskodókat, persze ha csinosak is ráadásul, addig hajszolják, míg nincs számukra kiút. Volt a mi lágerünkben, Moszkvában a Kalugavánnál egy M nevű büszke szépség. Mint egy mesebeli hercegnő, égő piros ajkú, hattyúi termetű, holló fekete hajú. A fronton mesterlövész hadnagy volt. Jegyzet? Róla mintáztam Granya Zibina alakját, de darabom hősnőjének jobb sorsot juttattam, mint amilyen az övé volt. Iszak Bersader a vén mocskos hájas raktárnok vetett rá szemet. Mindenkinek visszataszító volt egész lénye. Különösen az lehetett annak a ragyogó szépségű lánynak, aki nemrég egy amazon szabad életét élte. Az egyik korhattuskó, a másik karcsú jegenye. De úgy befogta a szorítóba, hogy lélegzeni sem tudott. Nem volt elég, hogy közmunkára fogta. A benfentesek mind a kezére játszottak, segítettek neki a hajszában. Hogy ráuszította a felügyelőket, mert az őrség is mindenben rendelkezésére állt, hanem azzal is megfenyegette, hogy egy távoli, rossz hírű lágerbe küldi. Egy este aztán, amikor a lágerben elaludtak a lámpák, saját szememmel láttam, ahogy a sápat félhomályban, a hó és az ég háttere előtt
M árnyékként oson ki a női barakból, s lehajtott fejjel kopog a Kéenc Bershader raktárszobája ajtaján. Attól fogva jól ment a dolga a lágerben. A már érettkorú M-en rajzoló volt odakint, két gyermek anyja, férjét a börtönben vesztette el, már nagyon leromlott a fakitermelő női brigádban, de még mindig makacskodott, pedig már azon a határon volt, ahonnan nincs visszaút. Lába feldagadt, mindig a munkából visszatérő menet farkán vánszorgott, a konvoj puskatussal taszigálta. Egy napon aztán bennmaradt a zónában. Véletlenül arra vetődött a szakács. Gyere be a fülkébe, annyit ehetsz, amennyi beléd fér. S ő bement. Egy serpenyőre való pirított krumplit rakott elé a szakács, disznóhússal. Mind megette. A fizetés lerovása után azonban kihányta az egészet. Oda lett a krumpli. A szakács káromkodott. Na, szép kis hercegnő. Aztán lassanként beleszokott. Helyzete egy csapásra megjavult. A lágermoziban ülve már maga választott éjszakai partnert magának. Aki még tovább halogatja, az már aztán maga kulloghat a közös férfi barakba, de már nem ám a benfentesekhez. Strichelhet a vagonkák közeiben, maga elé dünnyögve. Fél kiló, fél kiló. S ha egy jótét lélek rászánja a kenyerét, három felül körülaggatják a vagonkát lepedővel, és ebben a sátorban, ebben a meghitt fészekben dolgozhat meg azért a kenyérért, ha idő előtt meg nem lepi őket egy felügyelő. A szomszédoktól lepedővel elfüggönyzött vagonka tipikus lágeri látvány, de sokkal egyszerűbben is lehet. Azon a bizonyos Krivoscsekovo lágerponton 1947-49-ben, erről az egyről tudunk, de hány ilyen lehetett, tolvajok, bűntényesek, kiskorúak, rokkantak, nők és mamkák, akik a lágerben szültek, tartózkodtak tarka összevisszaságban. Női barak csak egy van, de az 500 személyes. Leírhatatlan, minden képzeletet felülmúló piszak, rendetlenség, penetráns bűz. A vagonkákon nincs ágynemű. Hivatalosan tilos oda belépni férfiaknak, de mindenki fütyül a tilalomra, úgysem ellenőrzi senki. Nem csak a férfiak tódulnak oda, hanem kiskorúak, 12-13 éves kölykök, hogy leckét vegyenek. Először beérték a nézéssel, mert már minden fölösleges szemérem eltűnt, talán rony nem volt elég, vagy nem értek rá. Elég az hozzá, hogy a vagonkákat nem függönyözték el, s persze a lámpák mindig égtek. Az egész a maga természet adta leplezetlenségében folyt le, mindenki szeme láttára, s több helyen egyszerre. Csak ha kimondottan öreg és csúnya volt a nő, akkor érezhette magát biztonságban, különben soha. A vonzó külső kész csapás volt. Az ilyennek szünet nélkül vendégek ültek az ágyán. Folytonos ostromnak volt kitéve. Kérték, fenyegették veréssel, sőt, késeléssel. És azt már nem is remélhette, hogy meg tudja védeni magát, legfeljebb azt, hogy okosan kiválaszt egyet, aki félelmetes hírével vagy késével távol tudja tartani a többieket, a sorukra várókat, az egész mohó falkát, az eszüket vesztett kiskorúakat, akik megvadultak a látványtól s a szagoktól. De talán elég a férfiakat s a megbódult kiskorúakat távol tartani? Ott voltak a szomszédnők is, akiknek nap mint nap ilyesmit kellett látniuk, mikor ők meg nem kellettek a férfiaknak. Végül is kifogytak a béketűrésből, nekiestek a szerencsés vetélytársnőnek, s jól megtépázták. Csoda-e, hogy rohamosan terjedtek a nemi betegségek a Krivoscsekovo lágerben? Már úgy hír lett, hogy a fél női barak beteg, de az sem használt. Tovább is csak tolongtak a küszöbön az erőszakosak és az esedezők. Csak az olyan kis óvatosak, mint a harmonikás K, akinek haverjai voltak az egészségügynél, böngészték át minden alkalommal a nemi betegek zárolt jegyzékét maguk és barátaik érdekében, hogy el ne védsék a lépést. Hát még Kolimában milyen volt a nők helyzete?
Ott oly ritkaság számba ment a nő, hogy akit odavetett a balsors, annak nekiestek és valósággal szétszaggatták. Vagy a konvojőr, vagy a szabadok, vagy a foglyok. Kolimában találták ki a kocsisor kifejezést a csoportos megerőszakolásra. K.O. meséli, hogyan kártyázott el egyszer a sofőr egy egész teherautóra való nőt, akiket Elgenbe kellett transportálnia. Csak lefordult az útról, és bevitte őket éjszakára a fegyveres őrizet nélküli építőmunkásokhoz. Hát a munka. Egy vegyes brigádban még csak számíthat a nő némi kíméletre, könnyebb munkára. Ám ha az egész brigád nőkből áll, akkor nincs mese. Ide a köbméterekkel. Pedig egész lágerpontok is vannak, ahol nincs férfi, csak nő. Mi sem természetesebb, mint hogy nők írtják az erdőt, nők ássák a földet, nők vetik a téglát. Csak a Réz és Wolfram bányákban nem küldenek nőket. Ott van például a Kárlág 29-es számú lágerpontja. Hány nő van ezen a ponton? Bizony, nem kevesebb, mint 6000. Jegyzet. Ebből következtethetünk archipelág népsűrűségére. Ki tudott erről a 29. pontról? Ez volt Kárlág utolsó pontja? S hányan lehettek a többi pontokon? Ossza, szorozza a királyér. Hát arról az ötös építés részlegről, a Ribinszki vízműveknél tud-e valaki? Pedig ott 100-nál több barak is van, mindegyikben minimális feltöltés esetén 50 ember, szóval ott is ki van 6000, sőt, Loscsilin több mint 10000-et emleget. S milyen munkakörben dolgoztatják azokat a nőket? Jelena Ó rakodó munkás volt, 80-100 kilós zsákokat cipelt. Igaz, hogy feladták a vállára, meg aztán tornász volt ifjonti éveiben. Jelena Prokofjevna Csebotárjeva is teherhordóként gyűrte le mind a 10 évet. A női lágerpontokon durva, nőietlen erkölcsök uralkodtak. Örökös káromkodás, örökös veszekedés, dükitörések. Másképp ki se lehetne bírni. Pusztover Pohorov konvoj nélküli mérnök szerint azonban ezek a nők azonnal kiegyensúlyozottak, jó dolgosak lesznek, mihelyst kiveszik őket a női századokból házi vagy egyéb kényelmesebb munkára. Ő a transzszibériai vasút dupla vágányát építő BAM lágerben figyelt meg ilyen női századokat 1930-ban. Egyszer egy forró nyári napon 300 nő szeretett volna megfürödni egy vizes gödörben. Engedélyt kértek a konvojtól, de nem kapták meg. A nők erre összebeszéltek, s ruhátlanul kifeküdtek a napra, közvetlenül a vágányok mellé. Mindenki láthatta őket a tovarobogó vonatokból. Míg hazai szovjet csapatok jöttek csak, a konvoj fütyült az egészre, de nem sokára jönnie kellett a Nemzetközi Expressnek is, mely mindig tele van külföldiekkel. A nők megmakacsolták magukat, nem voltak hajlandók felöltözni. Végül is tűzoltó autóért küldtek, és fecskendővel zavarták el őket. Egy példa, milyen volt Krivoscsekovóban a női munka. A téglagyár mellett, miután az agyaggödör egy szakaszán befejezték a kitermelést, leszokták bontani a födémet, melyet a kitermelés megkezdése előtt raknak le egy magasságban a földszínével. Most tehát 10-12 méter mély gödörből kell kiemelni a vizes, dögnehéz gömbfákat. Hogy hajtják végre ezt a feladatot? Az olvasó szerint ugyebár gépi erővel. Természetesen. A női brigád két kötelet vet át a gömbfa két végén, aztán föláll két sorban, mint a volgai vontatók, s egyenletesen, hogy a gömbfa ki ne guruljon, mert akkor kezdhetik előről, elvontatják a kötélvégeket, miután a gerenda is kiemelkedik. Ezután vagy 20-an vállukra vesznek egy ilyen szálfát, rettegett brigadéros nők szentségelésére s vezényszavai közepet új helyre cipelik, és ott ledobják. Mit tetszettek mondani? Hogy traktor? De hisz 1948-ban vagyunk, hol vegyünk traktort, könyörgöm? Meg hogy daru? De gondoljanak kérem Visinszki szavaira. A munka, a varázsló változtatja hősökké azokat, akik korábban látszat létben tengődtek. De ha darut használunk,
Hol marad a varázslat? Darukkal csak azt érnénk el, hogy ezek a nők örökre belezápuljanak a méltatlan látszatlétbe. Az ilyen munka elnyűvi a testet, és minden, ami nővé teszi a nőt, állandó jelleggel vagy havonta egyszer elenyészik. Ha kihúzza is a legközelebbi komisszálásig, már nem az a nő vetkőzik le az orvosok előtt, akiért elcsöppent a nyáluk a benfenteseknek a fürdő folyosóján. Az a nő örökre a múlté. Ennek itt kiállnak a válcsontjai, keblei aszott zacskókként fityegnek, beesett tomporán, löbögősen, ráncosan lóg a bőr, térde fölött húsa fogytán, úgy kitágult a comnyílás, hogy egy kosfej vagy egy futballlabda is átférne rajta. Hangja eldurvult, leszerős lett, arcán már kiütöttek a pellagra barna foltjai. A nőorvos szerint pár hónapos erdei munka után leszáll s előre esik a legfontosabb női szerv. Íme ilyen varázsló a munka. Persze, ahogy az életben minden szabály alól van kivétel, úgy a lágerben is. A nehéz testi munkának nem volt mindenkire olyan pusztító hatása. Fiatalok némelykor könnyen viselték. Minél fiatalabbak voltak, annál könnyebben. Elnéztem például a 19 éves Napolnáját. Minden tökéletes volt rajta. Maga volt a kicsattanó falusi egészség. A toronydarut kezelte a Kalugavámnál lévő lágerben. Fürgén, mint a majom kúszott föl a daru testen az irányító fülkébe. Néha csak úgy virtusból a gémre is kimászott. Onnan küldött egy csengő, ha-hó kiáltást a munkaterep legtávolabbi részeibe a nem fogoly palléroknak, előmunkásoknak, mert nem volt telefonja. Szemmel láthatólag jól érezte magát. Láger ide, láger oda, élvezte ezt a nyüzsgést. Lehetett volna akár komszomolka is. Mindenki számára volt egy kedves mosoly, amely olyannyira szokatlan volt a lágervilágban. Mindig 140%-ra teljesített, ezért a maximális adag járt neki. Ellenségei nem voltak, nem félt senkitől, talán az egy keresztapát kivéve. A munkavezető nem hagyta volna bántani. Csak azt nem tudom, hogy sikerült kitanulni a daru kezelést a lágerben. Fölvették-e minden ellenszolgáltatás nélkül. Egyébként valami ártalmatlan, kisbűntényes cikkelyel csukták le. Friss volt, egészséges, és abban a szerencsés helyzetben, hogy szabadon minden kényszer nélkül választhatott szeretőt magának. Hasonlónak írja le körülményeit és állapotát Szacskova is. Őt is 19 éves korában csukták le. Mezőgazdasági telepre került, ahol különben is könnyebb, több az ennivaló. Dalolva jártam a kaszások nyomában, megtanultam kévét kötni. Ha egyszer nincs más fiatalsága valakinek, csak a lágerbeli, akkor annak kell örülnie. Innen Norilsk környékére vitték a tundrára. Norilskról is így áradozik. Olyan volt, mint egy mesebeli város, mintha csak gyerekkori álmom kelt volna életre. Büntetésének kitöltése után önként ott maradt szabad munkásnak. Egyszer, emlékszem, hóvihar kapott el az úton. Olyan zabolátlan jókedvem támadt, karjaimmal evezve törtem előre, mellem nekivetettem a hóviharnak, s telitorokból énekeltem, hogy végdal az ajkunkon, könnyű a szívünk. Gyönyörködtem az északi fény libegő, lobogó függönyében. Hanyat vetettem magam a havon, úgy bámultam a magasba. Szerettem volna kidalolni egész Norilsknak, hogy legyűrtem ezt az 5 évet. Nem az gyűrt le engem, s hogy nem sokára búcsút mondok a szegesdrótnak, pricsnek, konvojnak. Elfogott a vágy, szeretni. Szerettem volna tenni valamit az emberiségért, hogy ne legyen többé rossz a földön. Na, hiszen ezt sokan szerettük volna. Szacskovának csak nem sikerült megszabadítani bennünket a rossztól. A lágerek még mindig állnak. Ő azonban szerencsésnek mondhatja magát, hiszen nem 5 év, de 5 hét is elég ahhoz, hogy megölje az emberben a nőt, s magát az embert is elpusztítsa. E kettőnél több esetet nem is tudok fölmutatni azzal az 1000 meg 1000-rel szemben, akik vagy boldogtalanul, vagy lelkiismeretlenül éltek.
Az első szerelem élménye szükségképpen a lágerhez kapcsolódik, ha valakit politikai cikkellyel 15 éves korában a 8. általánosból haláztak ki, mint Nyina Peregudot. Hogy ne szeretett volna bele Vasili Kozminba, a szép jazzzenészbe, akit nemrég az egész város körül rajongott, s aki dicsősége teljében elérhetetlennek tűnt a leány számára. Nyina verset ír a fehér orgonáról, a fiú zenét szerez hozzá, s átdúdolja neki a kerítésen, mert már szétválasztották őket, s a kislány megint csak távolból imádhatja. Egy krivoscsekovói barakban virágot szoktak tűzni a hajukba a lányok. Ez volt a jel, hogy férjhez mentek, vagy hogy szeretőt találtak maguknak a lágerben. A külső, gulágon kívüli törvényhozás kedvezni látszik a lágeri szerelemnek. A házasság megszilárdítását célzó 1944. július 8-i országos rendelet, melyet a minisztertanács és az igazságügy hasonló értelmű 1944. november 27-i utasítása követett, kimondta, hogy a törvényszék köteles a szabad szovjet polgárt, mihelyt ez óhajtja, haladéktalanul elválasztani letartóztatott, vagy elmegyógyintézetbe zárt házastársától, sőt a válás megkönnyítésére díjtalanul kell kiadni a bírói végzést. Arra azonban senkit sem kötelez a törvény, hogy a másik félnek is tudomására hozza a válás kimondását. Így noszogatták a szovjet férfiakat és nőket, hogy minél gyorsabban hagyják cserben letartóztatott házastársukat, magukat a foglyokat pedig arra, hogy felejtsék el házas voltukat. Az otthon maradt férj után epekedő asszony viselkedése ezek után nem csak balgasság, nem csak szocialista emberhez méltatlan, hanem egyenesen törvénybe ütköző. Tanulságos eset Zója Jakuseváé, aki a férje miatt került lakat alá, mint családtag. A férjét 3 év múlva kiengedték, mint nélkülözhetetlen szakembert, s ez elmulasztotta feltételként kikötni felesége szabadonbocsátását. Az asszony tehát szépen lehúzta mind a 8 évet, amit kizárólag férje miatt kapott. Szóval a házasok felejtsék el egymást. Ám gulágházi törvényei ugyanakkor a foglyok közti szerelmi viszonyt úgy ítélték meg, mint a termelési terv aláaknázását. Hogy is ne? Mikor azok a szégyentelen nőcskék megfeledkezve, mivel tartoznak az államnak s archipelágnak, elkújtorognak az üzemben, és ott fekszenek hanyatt, ahová ledöntik őket, a nyírkos földre, faforgácsra, sóderre, salakra, vashulladékra. Közben pedig áll a termelés, csődbe jut az 5 éves terv, nem hull a prémcsi a gulág nacsálnyikoknak. Arról nem is beszélve, hogy sok női fogoly terhességre spekulál, hogy humános törvényeinkkel visszaélve az anyasággal is le tudjon néhány hónapot amúgy is túl rövid büntetéséből, hogy még azt a 3-5 évet se dolgozza le egészen. Szigorú gulág rendelkezéseket hoztak tehát a szerelmesek elválasztására és a kevésbé fontos félnek elirányítására valami világvégi lágerbe. Ez persze egyáltalán nem hozható párhuzamba a szaltici halféle feudális boszorkányok gyakorlatával, akik egy istenháta mögötti faluba szokták küldeni a leányzót. Az őröknek is csak bosszúságuk volt ezzel a rabgúnya alatti romantikával. A felügyelő polgártárs nem horkolhatta végig az éjszakát az őrszobán, hanem zseblámpával járta a barakkokat, hogy lehúzkodja a férfi barak pricseiről a mesztéllábas feslet nőszemélyeket, s kikergesse a férfiakat a női barakkokból. Arról nem is szólva, hogy benne is föltámadhat a kívánkozás, a felügyelő polgártárs sincs fából, még azzal is fáradhat, hogy karcerba vigye a bűnös nőt, vagy egész éjjel a lelkére beszéljen, megértesse vele bűnének nagyságát, és ráadásul még jelentést is írjon az esetről. Külön kínszenvedés annak, aki nem végzett magasabb iskolát. Mindentől megfosztva, ami tartalmat adhat egy nő, s egyáltalán egy ember életének, megfosztva családtól, anyaságtól, barátaiktól, megszokott talán kedvelt munkájuktól, esetleg a könyvek, a művészetek világától, cserébe nem kapva mást, csak örökös rettegést, éhezést, kiszolgáltatottságot, durvaságot,
Mi másban keresettek volna menedéket a lágeri nők, mint a szerelemben? Számukra égi ajándék volt a szerelem, mely már szinte minden testiségtől ment volt, mert sokakat nem vitt rá a lélek, hogy a bokrokban szeretkezzenek, vagy a barakban, mindenki szeme láttára. Meg a férfi sem volt mindig jó erőben, s a lágerőrség is csak azt leste, hol csaphat le a párocskákra, hogy azon mód karcerba dugja őket. A női visszaemlékezések szerint azonban a testiségnek ez a hiánya csak elmélyítette, lelkibbé tette a lágeri szerelmet. Sokkal intenzívebb élményé, mint bármikor szabad életkörülmények között. Sokszor egy futó mosoly, egy udvarias gesztus elég volt arra, hogy éltes asszonyoknak egész éjjel ne jöjjön álom a szemére. A szerelem fénycsóvája élesen hasított bele a láger élet szennyes komor sötétjébe. Enn Stoljarova a boldogság összeesküvését olvasta el barátnőjének, egy moszkvai színésznőnek, s Oszmannak, barátnője tanulatlan szénagyűjtőtársának arcáról. A színésznő ráébredt, hogy őt még így soha senki sem szerette, filmrendező férjét és számtalan volt hódolóját beleszámítva, s ez elég volt neki ahhoz, hogy ne kívánkozzék el a szénaszállítástól, a nehéz testi munkától. Pedig ez ám még csak a kockázat. Életre halálra megy, akár a háborúban. Csak egyszer kapják rajta őket, elvesztik megszokott helyüket, esetleg életüket is. Halállal packázó, heroikus szerelem ez. Az ilyenben mélyül elbontakozik ki az ember jelleme. Itt minden centinek áldozat az ára. Anya Lehtonen Urtauban azon a 20 perces úton ábrándult ki a szerelmeséből, melyen együtt haladtak a karcer felé a konvojőr kíséretében. A férfi gyárván rimánkodott bocsánatért. Voltak hát, akik benfentesek ágyasai lettek szerelem nélkül, de olyanok is voltak, akik nehéz testi munkára mentek, és elpusztultak szerelemből. Az ilyen szívügyekben néha olyan nők is belebonyolódtak, akik már rég maguk mögött hagyták fiatalságukat. Az őrök nem győztek csodálkozni, odakint föl sem lehetett volna tételezni róluk ilyesmit. Nem a nemi vágy vezette őket, csak táp nélkül maradt gondoskodó, anyás hajlamaiknak kerestek kielégülést. Kellett nekik valaki, akit tédelgethetnek, akit a szájuktól megvont falattal táplálhatnak, akire moshatnak, stoppolhatnak. Szent volt nekik a közös ételes tálka, a jeggyűrűt pótolta. Nem azért, hogy háljak vele, hanem hogy ebben az elállatiasodásban, míg naphosszat a betevő falatért s rongyokért öljük egymást a barakban, arra gondolhassak, ma megfoltozom az ingét, aztán főzünk egy kis krumplit, magyarázta Zubov doktornak egy asszony. Persze néha egyebet is akar a férfi ember, muszáj neki engedni. S hát nem éppen akkor lepi meg őket az ellenőrzés? Így járt szegény Polja mama, kórházi mosónő, Unzslágban. Korán előzve gyűlvén egész életét magányosan élte le. Folyton a templomot bújta. Most meg férfi ágyában találták egy éjjel, mikor már vége felé járt a láger büntetése. Hogy tehettél ilyet, Polja mama? Korholták az orvosok. Mikor úgy megbíztunk benned, most aztán mehetsz közmunkára. Bizony, vétkeztem, bólogatott az anyóka. Az evangélium szerint bűnös nő vagyok, láger nyelven pedig. De mint egyéb gulág intézkedések, a rajta kapott szerelmesek büntetése sem volt ment a részrehajlástól. Ha a szeretők egyike bizalmi volt, vagy egyébként kegyben állt a főnökségnél, vagy a munkája volt nélkülözhetetlen, akkor éveken át is szemet hunytak, tűrték a viszonyt. Amikor Unzslág női kórházának lágerébe egy kíséret nélkül utazó villanyszerelő érkezett, akinek szolgálataira igényt tartottak a szabad alkalmazottak is, a főorvosnő, nem fogoly, hivatta a fogoly gondnoknőt, s utasította, úgy intézze, hogy Muszja Butyenkónak legyen alkalma. Ennek az ápolónak a kedvéért jött ugyanis a szerelő. Ellenben, ha egyszerű foglyok, vagy pláne fekete bárányok voltak a delikvensek,
teketória nélkül keményen megbüntették őket. Mongóliában, a Gul ZDS lágerben vasutat építettek ott orosz rabokkal 1947-50-ben. A lágernacsálnyik két konvoj kíséret nélkül mozgó lányt, akiket rajta kapott, hogy átjárnak a férfi századba a fiúikhoz, lóhoz kötözött, maga nyerekbe ült, s úgy hurcolta meg őket a pusztán. Jegyzet. Ki tudja már, mi volt a neve. Ki találja meg őt. De úgy is hiába beszélnénk neki, csak csodálkozna. Már miért lenne ő bűnös? Csak utasítást hajtott végre. Ne jártak volna férfiakhoz a kis szugák. Ilyesmire még szalticsihák sem vetemettek. De annál inkább a szolovkaiak. Mivel állandóan üldözték, leleplezték és szétválasztották a lágeri párokat, azt gondolná az ember, hogy nem is igen fejlődhettek ki tartós kapcsolatok. Azonban tudunk esetekről, hogy az elszakítás után is fönntartották egymással a kapcsolatot, leveleztek egymással. Ott van például B.J.S. orvos esete. Azelőtt egy vidéki egyetem docense volt. A lágerben annyi viszonya volt, hogy nem is számolta. Egy ápolónőt sem hagyott ki, a többiről nem is beszélve. Így került sor Z-re is. Vele azonban le is zárult a sor. Z nem szakította meg terhességét, gyereket szült neki. B.S. hamarosan szabadult, s akár haza is utazhatott volna, mivel ítéletéhez nem fűztek tiltó záradékot. Ám ő továbbra is ott maradt a lágerben, már mint szabad orvos, csak hogy közel lehessen Z-hez és gyermekéhez. Közben odahaza türelmetlenkedni kezdett felesége. Maga jött el, hogy hazavigye. A férj elbújt előle a lágerzónában, oda nem követhette az asszony. Ott lakott Z-vel, s onnan üzengetett ki feleségének, hogy tekintse véglegesnek válásukat, s utazzon szépen haza. De a lágeri hitveseket nem csak felügyelők és parancsnokok választhatják el egymástól. Olyan feje tetejére állított ország az az archipelág, hogy ott éppen az választja el a férfit és a nőt, ami másutt csak erősítené kapcsolatukat. A gyermek születése. A szülés előtt egy hónappal egy másik lágerpontra szállították a terhes nőt, ahol kórház és szülészeti osztály van, s ahol éles hangocskák kiáltják világgá, hogy nem akarnak rabok lenni szüleik vétke miatt. A szülés után az anyát egy közeli, speciális úgynevezett mamka lágerben helyezik el. Álljunk meg itt egy pillanatra. Lehetetlen meg nem állnunk. Mennyi öngúny, magunk kifigurázása van ebben a mamka szóban. Mi nem vagyunk igaziak. A fogoly nyelv szeret is fáradhatatlanul gyártja ezeket a kicsinyítő képzős szavakat. Nem anya, hanem mamka. Nem bolnyica, kórház, hanem bolnyicska. Nem szvidányie, látogató fogadása, hanem szvidánka. Nem pomillovánie, megkegyelmezés, hanem pomilovka. Nem volni, szabadszerződéses, hanem volnyaska. Nem zsenyica, megnősülni, hanem podzsenyica, nősülni egyet, egy kicsit. Itt az igekötő fejezi ki a lekicsinlő gúnyt. De még a csetvertnaja, a 25 évi elzárás, a negyedszázados, mely 25 rubelt is jelent, a fitymáló csetverták 25 kopejka nevet kapta. A nyelvnek, a szavaknak e folytonos kitekerésével a foglyok egyrészt arra céloznak, hogy archipelágon semmi sem valódi, minden mű és pótlék, minden hitvány minőségű. Másrészt arra, hogy ők nem rettegnek attól, amitől az emberek általában rettegni szoktak. Ők számolnak azzal, hogy a gyógykezelés, amelyben őket részesítik, csak porhintés, akárcsak az a kegyelmi kérvény, amit kényszeredetten minden remény nélkül írnak meg. Azzal pedig, hogy csak 25 kopekra becsüli lenézését akarja kifejezni a fogoly, még a gyakorlatilag életfogytillani elzárással szemben is. Szóval, a mamkák saját külön lágerpontjukon laknak és dolgozhatnak addig, míg a konvoj kísérettel átjárnak szoptatni az újszülött szigetlakókat.
A gyermek ekkor már nem kórházban, hanem gyermekvárosban, vagy ahogy sok helyt nevezték, apróságok otthonában van. A szoptatás befejeztével az anya nem látogathatja meg többé gyermekét, legfőjebb kivételes kegyként, példaadó munka és fegyelem jutalmául. Emögött persze az van, hogy ne kelljen többé ott tartani az anyákat a közelben, hanem oda irányíthassák őket, ahol szükség van rájuk a termelésben. De az esetek többségében a nő nem tér vissza többé régi lágerpontjára, lágerférjéhez sem. Ami az apát illeti, ő egyáltalán nem láthatja gyermekét, míg a lágerben van. A gyerekek elválasztás után még egy esztendeig gyermekvárosban maradnak, ugyanolyan kosztot kapnak, mint a szabadon született gyerekek odakint, ezért a hozzájuk beosztott ápoló és konyha személyzet is jól él. Egy részük anya hiány nem tud alkalmazkodni a mesterséges tápláláshoz, és elpusztul. Az életben maradottakat egy év múlva normális gyermekotthonba küldik. A hím és nőnemű szigetlakó gyermeke egyelőre tehát elhagyja archipelágot, de kitűnő esélyei vannak oda visszatérni kiskorú bűnözőként. Mondják, akik figyelemmel kísérték az ilyen gyermekek sorsát, hogy nem sok anya veszi magához szabadulás után gyermekét a gyermekotthonból. A kriminelnők soha. Mintha átok ülne ezeken a boldogtalanokon, akik archipelág mi az más levegőjével szívták tele először apró tüdejüket. Más anyák elmennek a gyerekükért, vagy inkább elküldenek érte valami együgyű, sokszor vallásos nagymamát. Gulák pedig elbocsátja őket, hagyja, hogy sorba essék az állami nevelésen, oda vesszen a szülőotthonba, a szülői szabadságba, és az apróságok otthonába ölt kincstári pénz. Azokban a háború előtti és alatti években, amikor a terhesség elszakította egymástól a lágerhitveseket, széttörte, nehezen megtalált, minden erővel titkolt, mindenfelől fenyegetett, s amúgy is álhatatlan kapcsolatukat, a nők mindent elkövettek, hogy ne legyen gyerekük. S archipelág ezúttal is más utakon járt, mint az ország. Ugyanakkor, amikor országszerte tiltva volt az abortusz, amikor törvénnyel üldözték, s nem egykönnyen adtak rá engedélyt, itt a lágerben szemet hunytak, sőt, kórházban hajtották végre az abortuszt, a vezetőség áldásával. Nyilván így volt jobb a lágernek. Abortuszra különben sem szánja rá magát könnyen a nő, de a lágerfogoly lelkét még fájdalmasabban marcangolja a dilemma. Szüljön, ne szüljön. Mi lesz a gyermek sorsa? A láger viszonyok közt oly ritka szerencséje volt, hogy a szeretett férfitől esett teherbe, szabad-e akkor az abortusz mellett döntenie? S ha a szülést választja, akkor most rögtön el kell válniuk, s míg ő oda lesz, a férfi talán mással szűri össze a levet a lágerben. Meg aztán, milyen lesz az a gyermek? Ha a szülőnő disztrófiás, bizony sokszor nem lesz normális. S ha a szoptatási idő letelte után elszakítják az anyától, sok van ám még hátra a büntetésből. Vajon gondoskodnak-e róla? Nem teszik-e tönkre? Magához veheti-e valaha? Némelyeknek ezt sem engedik meg. Márpedig, ha nem veheti, egy életen át emésztheti magát miatta. Persze, olyan is van, aki föl se veszi. Csak az vállalja bátran az anyaságot, aki számíthat rá, hogy kiszabadulása után egybe kelhet gyermeke apjával. Néha be is váltak az ilyen számítások. Itt van például A. Glebov és láger felesége 20 év elteltével. Nagylányuk 19 éves, még Unzslágban született. Gyönyörű teremtés. A kisebbik már szabad életben született 10 évvel később, miután lemorzsolták lágeréveiket. Az olyanok is szültek, akik magát az anyaságot akarták megélni, akár a lágerben is, hisz csak egy életük van. Az a kis élőlény, akinek anya mellett nyújtod, nem hamisítvány, nem mű és pótlék. Egy Lalja nevű nő Harbinban csak azért szülte meg második gyermekét, hogy még egyszer elmehessen a gyermekvárosba, s láthassa az elsőt. Utána még egy harmadikat is szült, hogy visszamehessen megnézni az első kettőt. Miután letudta az öt esztendőt, sikerült mind a hármat épségben visszakapni, s együtt kezdeni velük a szabad életet.
Akármilyen mélyre süllyedt is a lágerben a nő, az anyaság megerősítette őt emberi méltóságában, s ha csak rövid időre is, egyenrangúvá tette őt a szabadasszonyokkal. Volt olyan is, aki így gondolkodott. Igaz, hogy én fogoly vagyok, gyermekem azonban szabad. S féltékenyen követelte gyermeke számára ugyanazt az ellátást és bánásmódot, amilyent az odakin születettek élveztek. Voltak aztán olyanok is, főleg a dörzsölt lágeranyák és vagánynők, akik az anyaságban csak egyéves lógási lehetőséget, esetleg korábbi szabadulást kerestek. Az ilyenek nem sokat törődtek gyermekükkel, látni sem akarták. Azt sem tudták, éle hal-e. A Nyugat-Ukrajnából való anyák, de sokszor az egyszerűbb orosz népi típusok is mindenáron meg akarták kereszteltetni gyermeküket. A háború utáni években vagyunk már. Az erre való keresztet vagy csomagban kapták meg, furfangosan elbújtatva. A csomagvizsgálók be nem engedték volna az ilyen ellenforradalmi tárgyat, vagy egy lágerbeli ezermestertől rendelték meg kenyérfejében. Még szalagot is szereztek a keresztre. Keresztelő ingecskét és fejkötőt vartak. A fejadagból elspórolt cukorra, s az Isten tudja miből sütött parányi pirogra meghívták szívbéli barátnőiket. Mindig akadt valaki, aki imádkozni tudott, mindegy mit. Aztán meleg vízbe mártották a gyermekecskét, rátették a mellére a keresztet, s a sugárzó anya asztalhoz invitálta a társaságot. Volt rá eset, hogy a szoptatós anyáknak, persze sohasem az 58-asoknak, kijött egy-egy soron kívüli amnestia, vagy csak egy rendelkezés, hogy korábban szabadulhatnak. Legtöbbször kis bűnösök és csibészlányok estek az ilyen rendelkezések alá. Olyanok, akik részben éppen az ilyen előnyökre spekuláltak. Mihelyt az ilyen mamkák megkapták útlevelüket és vasúti jegyüket a közeli járási székhelyen, bizony sokszor otthagyták gyermeküket, akire már nem volt szükségük. A váróterem padján vagy az első útbaeső verandán. De hát őket is meg lehet érteni. Nem mindegyikre várt lakás, szívélyes fogadtatás a rendőrség részéről, előjegyzés és munka, ellenben másnap reggel már nem hozták a helyükbe készen a lágerkosztot. Gyerek nélkül mégiscsak könnyebb volt új életet kezdeni. Valamikor 1954-ben a taskenti állomáson kellett eltöltenem egy éjszakát, pár lépésnyire egy lágerfogoly csoporttól. Valami soron kívüli rendelet alapján szabadultak és hazafelé tartottak. Körülbelül 30-an lehettek, egy egész sarkot lefoglaltak a váróteremből, zajongtak, zabolátlanul viselkedtek, mint ahogy illik gulági édes gyermekeihez, akik tudják, mitől döglik a légy. Fütyültek a jelenlévő szabadokra. A férfi nép verte a blattot, a mamkák hangosan veszekedtek valamint. Egyszerre az egyik mamka, a többieket túl kiabálva felugrott, lábánál fogva megragadta csecsemőjét, s úgy odacsapta a kőpadlóhoz, csak úgy koppant a feje. Az egész szabad váróterem óbégatásba, sopánkodásba fogott. Egy anya? Hogy képes ilyet tenni egy anya? Csak arra nem gondoltak, hogy nem anya volt az, hanem mamka. Az eddig elmondottak mind koedukációs lágerekre érvényesek, hisz minden láger ilyen volt a forradalom első éveitől kezdve a második világháború végéig. Azokban az években az egész szovjet hazában talán csak az egy Novinszki fogház, melyet a régi moszkvai női fogházból alakítottak, volt kizárólag nők számára fönntartva. Ez a kísérlet nem csábított szélesebb körű alkalmazásra, s maga sem állt fönn valami sokáig. Ám épp bőrrel bújva ki a kis hián elvesztett háború omladékai alól, mesterünk s gyámolunk gondolhatott immár alattvalói boldogságára is, szakíthatott időt magának az ő életük helyes mederbe terelésére is. Csőstől jutottak akkor az eszébe a hasznosnál hasznosabb, erkölcsösnél erkölcsösebb újítások, nem utolsó sorban a hím és nőnem elkülönítése, mindenek előtt az iskolában és a lágerben, a továbbiakban bizonyára sorra vette volna az összes szabad intézményt. Kínában szélesebb skálájú kísérletek is folytak etéren. Megkezdődött hát 1946-ban a nagy nemi elkülönítés, a férfiak és nők elválasztása,
és 1948-ra végre is hajtatott. Külön szigetre küldték a külön nemhez tartozókat, ha pedig ugyanazon a szigeten voltak, a férfi és női övezet közé fektették a jó öreg, hűséges barátot, a tüskés drótot. Jegyzet. Ma már nem tartják a korifeus minden kezdeményét oly végtelenül tökéletesnek. Sokat át is adtak a feledésnek. A nemek elkülönítése archipelágon azonban továbbra is makacsul tartja magát. Már hogy ne, mikor az olyan szörnyen erkölcsös. De mint annyi más tudományosan kimunkált, tudományosan megalapozott intézkedés, ez is váratlan, sőt fordított következményeket vont maga után. A nők általános helyzete a termelő munkában jelentékenyen megromlott az elkülönítéssel. Korábban a vegyes lágerekben sokan találtak munkát, mint mosónők, ápolónők, szakácsnők, konyhalányok, raktárosok és elszámolók. Most meg kellett válniuk ezektől a helyektől. A női lágerekben pedig sokkal kevesebb ilyen feladatkör állt rendelkezésükre. Közmunkára hajtották hát ki a nőket, csak nőkből álló brigádukban kellett dolgozniuk, ami sokat rontott a helyzetükön. A nők ettől fogva mindent elkövettek, hogy teherbe essenek. Ezt remélték minden futó találkozástól, minden alkalmi érintkezéstől. A terhesség nem járt többé a házastárstól való elválasztással, mint annak előtte, hisz a válláson már túl voltak, a bölcs rendelet jó voltából. Az eredmény pedig az lett, hogy a gyermekotthonba utalt gyerekek száma egy év alatt megduplázódott. Unzslág 1948. 150 helyett 300. Pedig akkor sem volt több női fogoly, mint korábban. Mi lesz a neve a kislánynak? Olimpiáda. Az öntevékenységi olimpiászkor estem vele teherbe. Csupa megszokásból fönnmaradtak ugyanis a kulturális tevékenységnek e formái, az olimpiászok és élmunkás találkozók, amikor férfi kultúrbrigádok érkeztek a női lágerekbe. A közös kórházak is megvoltak még, most ezekből is találkahelyek lettek. Mondják, hogy 1946-ban a Szolikamszki lágerben, ahol csak szimpla, cölöpsorra felszerelt, ritka húzalú tüskés drót választott el a férfi és női övezetet, és persze géppuska sem volt az őrtoronyban, a benszülöttek mohon tolongtak a tüskés drót két oldalán. A nők úgy tettek, mint mikor padlót sikálnak, s a férfiak hozzájuk fértek, anélkül, hogy átlépték volna a tilos határt. Mert tudám egyet mást a halhatatlan Érosz. És nem is mindig szorul rá éjszakokra, mint amilyen a közmunka előli menekülés. Érezték a foglyok, hogy maradandó lesz az a választóvonal. Állandóbb, mint gulág minden intézménye. Az elválasztás előtt még csak volt barátságra épült együttélés, lágerházasság, sőt, szerelem. Mindezekből immár csak a nyers nemi ösztön maradt. Na persze, a vezetőség sem volt rest. S menet közben igazította ki a tudományosan megalapozott elmélet és a gyakorlat közötti eltolódásokat. Húztak még egy-egy sor drótot, előzónákat kerítve el mind a két oldalon. Majd látva, hogy ez sem elég, két méteres falat emeltek, ugyancsak előzónákat hagyva. Kengírben még ez a fal sem segített. A vőlegények átugráltak rajta. Akkor vasárnaponként, mert csak nem áldoznak ilyesmire termelésre szánt időből, csak természetes, hogy szállásrendezésre és szabadnapokat kell fordítani. A fal mindkét oldalán önkéntes munkafelajánlásra szólították fel a népet. 4 méterre növelték a fal magasságát. De ezen már nevetni kell, a rabok kész örömmel tódultak a vasárnapi munkára. A végleges búcsú előtt fel akarták használni ezt az alkalmat kölcsönös megismerkedésre egy kis tereferére a másik nem képviselőivel, jövendő levélváltás megbeszélésére. Kengírben még tovább nőtt a fal. 5 méteresre húzták fel, s tetejébe még szöges drótot is. Idővel magas feszültségű vezetéket. Olyan nagy ereje van annak a fene ámornak.
Végül még őrtornyokat is állítottak a szélekre. Ennek a kengíri falnak különlegesen fontos szerep jutott archipelág történetében. Erről az 5. rész 12. fejezetében. Hasonló falakat egyéb speciális lágerekben is emeltek. Például Spaszkban. Képzelhetjük, mekkora ügybuzgósággal eszelték ki a rabtartók az egyik racionális intézkedést a másik után, rabjaik és rabnőik elkülönítésére. Számukra ez a világ legtermészetesebb dolga volt. Ugyanakkor nagy szemet mereztettek volna, ha őket, magukat akarta volna valaki elválasztani a családjuktól. A falak nőttek, nődögéltek, szegény Érosz ette kezét, lábát tehetetlenségében, mivel pedig nem talált más megoldást. Vagy fölemelkedett a plátói szerelem álmodozó levelek légióiba, vagy lemerült a pocsolyába, s homoszexualitássá fajult. A levélkéket a kerítésen szokták átdobni, vagy az üzemben hagyták egy olyan rejtek helyen, amelyben előre megállapodtak. A borítékra rejtjelezve írták rá a címet, úgyhogy ha elcsípték is, a felügyelők nem tudták kiokoskodni belőle, ki írta és kinek. A levélváltásért ekkor már lágerbörtön járt. Gaja Venediktova emlékezései szerint néha látatlanban folyt le az egész ismeretség. Aki valaha ilyen levélváltás részese volt, tudja, mennyi esztelen mámorral, kétség és remény közötti ingadozással, hirtelen elsüggedéssel jár az ilyesmi. Abban a bizonyos kengérlágerben a litván nők a falon keresztül házasságot kötöttek, soha életükben még csak nem is látott honfitársaikkal. Papjuk, ugyanolyan vattakabátosabb, mint ők, kiállította a házasságlevelet, hogy ez a nő Isten előtt örökre hozzákapcsolta sorsát, ehhez s ehhez a férfihoz. Ha egy ilyen esküvőre gondolok, két egymás számára ismeretlen fogoly között a fal két oldalán, s a katolikus nők szemében az ilyen kötelék szent volt s visszavonhatatlan, angyalkórust hallok énekelni. Olyan ez, mint amikor az ember a csillagos eget nézi, minden érdektől mentes. Elérhetetlen magasságokban lebegnek ők e kicsinyesen számító, jazzre ugráló kor fölött. A kengíri házasságoknak rendkívüli következményei lettek. Az ég meghallgatta könyörgésüket, s közbelépett. Lásd 5. rész 12. fejezet. A nők, valamint orvosaik, akik az elkülönített zónákban kezelték őket, maguk tanúsítják, hogy rosszabbul bírták az elválasztást, mint a férfiak. Fokozottan ingerlékenyek, idegesek lettek. Rohamosan terjedt köztük a leszboszi szerelem. A fiatalok és zsengék sápadtan, karikás szemmel botorkáltak. A robusztus alkatúak fölcsaptak férjeknek. Akárhányszor zavarta is szét a felügyelő az ilyen párokat, legközelebb megint csak egy ágyban találta őket. Ilyenkor a házas felek egyikét elküldték a lágerből. Viharos drámák játszódtak le, némelyek nekifutottak a szeges drótnak, kitéve magukat az őrség golyóinak. A Sztyeplág karagandai osztályán, ahol kizárólag 58-as nőket tartottak, Envi elbeszélése szerint, sokan reszketve várták a pillanatot, amikor a politikai tiszt elé idézik őket. Nem félelmükben, nem undorukban s gyűlöletükben reszkedtek a vallatás előtt, hanem arra a gondolatra, hogy végre valahára kettesben fognak maradni egy férfival, aki bezárkózik velük egy szobába. Az elkülönített női táborok, akárcsak a korábbi vegyesek, tovább húzták az igát a közmunkában. Igaz, a női erővel történő fakitermelést papíron megszüntették 1951-ben. Bizonyára nem azért, mert immár a 20. század második felébe léptünk. De például Unzslágban az történt, hogy a férfi lágerek sehogyan sem tudtak elkészülni a terv teljesítéssel. Noszogatásukra azt találták ki, hogy hadd szolgálják meg izzadságukat ezek a benszülöttek, ami minden élőlénynek ingyen jár ki a földtekén. Nőket kezdtek kivezényelni erdőmunkára, ugyanazon konvoj felügyelete alatt, mint a férfi láger lakóit, csak egy ösvény választotta el őket. A kitermelt anyagot teljes egészében a férfi brigád teljesítményeként könyvelték el,
A normát azonban férfiaktól s nőktől egyaránt megkövetelték. Egy kétsávos nacsálnyik így biztatta Ljuba Berezina erdőfelvigyázót. Ha teljesíted a normát ezekkel az asszonyokkal, beküldöm hozzád a fülkébe Belenkét. De a férfi munkások is, már amelyik jobb erőben volt, elsősorban persze a pénzes benfentesek, megkenték a konvoj markát. Az sem igen ugrálhatott a zsoldjából. S vagy másfél órára, míg le nem váltják a lekenyerezett őrt, beszabadultak a női zónába. Ebbe a másfél órába ott a fagyos, havas erdő közepén sok mindennek bele kellett férnie. A párválasztásnak, a megismerkedésnek, ha csak előzőleg le nem levelezték a dolgot, alkalmas helykeresésének és az aktus végrehajtásának. De minek mindezt fölemlegetni? Minek őrizzük azok sebeit, akik eközben Moszkvában vagy nyaralójukban laktak, újságokba írogattak, szónoklatokat tartottak, üdülőhelyekre és külföldre utazgattak? Minek emlegetni mindezt, ha egyszer ma is így van? Írni ugyanis csak arról szabad, ami többé nem fog megismétlődni. Szabadulásuk után pedig összeházasodtak.